Ki az oka ennek? Kit kell hibáztatni? Kire legyünk mérgesek? Ha el kell mondani, hogy Zelenszky egy kicsodák, azok a mostani Kossuth, Petőfik. Itt tényleg a tét nagyon nagy, hogy az az állam, amelyik megszegte saját kötelezettségvállalási, mint Oroszország, hogy ez ne ismétlődhegyen, lecke legyen, akár még Kínának is. Önmagukat pólus képzőként tekintik az oroszok, ez nagyon fontos. Szerintem az ukrajnai háború legfontosabb következménye az, hogy mi már nem tekintjük pólus képzőnek őket. Szinte csoda az, hogy ez az állam nem omlott össze, amit Putyin persze vár. Ez aztán az európaiak, és a világot még inkább Ukrajna mellé állította, egyfajta szimpátia alapján is. Ki tudtok tartani? Van lehetőség az, hogy ne omoljon össze az ukrán állam? Hát akkor kérem szépen, mi, hogy még Hersonnál vissza tudtok ütni? Hát akkor hogy ne? De hát, ha szabadság szerető nemzet vagyunk, akkor nem érezzük azt, hogy mi fenyeget bennünket? Hogy orosz típusú rendszerben akarnánk élni? Ukrajnát fel kell fegyverezniük, hogy ellen tudjon állni gyakorlatilag az orosz agressziónak.